Sziasztok! Megérkeztünk egy újabb videóba, és Budapest vlog. Igen, eljöttem Budapestre, és ez már a második nap. A második nap veszem fel már itt a beköszönő, és hát otthon nem köszöntem be, hanem inkább arra voltam fókuszálva, és arra koncentráltam, hogy bírom ki én az utat, mert egy komoly 5-6 órás útról volt szó. És ott megérkeztünk a szállásra, a szüleimmel vagyok egyébként, plusz jöttek haverjaim, viszont nagyon közel lakunk egymáshoz, tehát borzasztóan közel. És igazából letervezem vlogolni ezt a 6 napot, ezt a hetet úgymond. Remélem tartalmas lesz, remélem, hogy tetszeni fog, és hogyha ez így lesz, akkor kérlek nyomjatok egy lájkot, valamint egy feliratkozással tudjátok támogatni a munkásságot. Igazából semmi extra nem történt, felültünk a buszra, elértünk az autópályára, és ott megkezdődött egy jó pár órás monoton előrehaladás. Képzeljétek, találkoztam egy kisráccal, aki bár engem nem ismert, de rengeteg más youtuber haveromat, akikkel rég együtt vagyok, meg tartjuk a kapcsolatot, ismerjük egymást, azokat ismert egy jó párat, és kicsit beszélgettünk ezekről. Na, de kezdődhet a vlog. Milyen fura itt az arcunk, ki van égve, vagy nem tudom, milyen fura a színe. Ha minden igaz, Szebi most live-ol, és meg fogjuk majd lepni. Hát ugye Szebi tudja, hogy megyünk, de meg fogjuk majd lepni, hogy hello, Mizu, mit csinálsz, majd bemegyünk a live-jába. Na, időközben leszálltam a buszról, busszal jöttem. Hamarosan most már Szebinél vagyunk, következő jelenet az már Szebinél lesz. Nem tartja a kalóriás mértékeket. Nem ehetne ilyen. Ó, tényleg. Nem lesz ebből izom. Nem, tényleg nem. Eszem, mint a tortilláját. Köszönöm neki szépen, meg szósz is van hozzá, úristen. Úristen. És akkor minden lesz, ha kell, megeszem egyedül is. Tehát, krusty krok. Még fókuszálni is akar. Nice. Egyébként majd tervezek felvenni videókat, ugye 6 napot maradok. Hát próbálok minél több videót felvenni, legalább 3-4 videót lett van a fejemben. Itt vagyunk Budapesten, minden megközelíthető, és könnyen meg tudok sok mindent csinálni, amit a fejembe kigondoltam, és otthon nem tudom. És azokat a videókat majd ugye külön fogjátok látni az elkövetkezendő napokban. Valószínűleg ez a vlog lesz az első, ennek az egész Budapest résznek. Többi pedig hát másokkal, meg... Na, jó lesz, előre megmondom, jó lesz. Na, hogyha minden igaz, akkor most mi is fogunk tudni. Szebivel rúgok, szeretem Szebi. Pont egy 700-as. Pont megvan a 700. Lássuk! Na jó, még egyet. Biztos, hogy lever le? 642! Akárhogy nézel is látom. Erősebbet rúgtam, mint Szebi. De Szebi most... Nem, fogadjuk el, hogy Szebi most fáradt. Szebi most biztos nagyon fáradt. Már nagyon későn igazából az a helyzet. Az a helyzet, srácok, hogy igazából már 23 óra 41 perc van, tehát Szebi már egy kicsit fáradt, de azt mondja, hogy még egyszer meg fogja próbálni. Figyelj meg, honnan megindul, nézed. Jaj, mit rugott! Mi a fasz? 630, ez még mindig, srácok, csak 630. Ubinak van egy videója, Bence rekordot döntött, az a nevem. Na ott jó volt a gép, ott rúgtam 800-at vagy mennyit, ez egy csalás. Most nem működik, bro? Nem. Kamerán nem megy, kimerültem. De az előbb itt mutattad nekem, hogy most nem megy. Mutasd! Ott van. Azt a... Az begyúlt a kezed! Várja, még egy. Asz! Na srácok, itt hol vagyunk. Ma cyberjumpozni fogunk. Arról egy külön videó lesz, de fogtok látni egyébként még ebben a videóban egy pár felvételt róla. Szebivel fogok menni, mindkettőnk csatornáján lesz egy-egy videó, tehát majd esetleg megnézhetitek. Na hát úton vagyunk, nem is az úton, hanem most már szabályosan a lépcsőházában vagyunk a Cyberjamnak. Hát egy barátommal vagyok, nem tudom, ismeritek ezt a... Nem mondok róla semmi rosszat. Hát igen, most fog menni egy kicsit ugrálgatni, fogtok látni majd egy-két képet. És teljes videót azt majd egy külön videó formájában. Na, benn vagyunk, megérkeztünk, komoly lesz megszokni. Na hát van itt minden, amit látom. Hello! Szia, Szebi! Eddig jó első ugrásnak.
Na már kiérkeztünk közben, ott már nem nagyon tudtunk elköszönni, ide kiérkeztünk, lejöttünk közben a Dunapartra, itt van a háttérben. Hát Budapest, itt van abszolút minden, és körülnézünk, így este kijöttünk, mert így egy este nagyon szép. Itt vagyok egyébként Istivel meg Vátéval. Na, itt akarunk mi most egy képet csinálni, közben ők is fényképezkednek. Nézzétek! Tehát igen, itt szeretnénk képet csinálni, csak oda akarunk menni, viszont ott vannak, az a baj. Nem baj, majd mi is oda átmegyünk. Igen, tehát ez lenne a koncepció, hogy itt csinálja meg a képet, és azt szeretném, hogy a kocsiknak a fényei látszódjanak, és ja, majd megmutatom mindjárt a képet, meg egybe csinálok egy time-lapse-t is. Ilyenre sikerült a kép, és hogyha tetszik, akkor mindenképpen nézz fel az Instámra, és esetleg nyomj egy követést. A leírásba találsz linket egyébként. Na, a kis fotózás után megyünk kajolni egy kicsit, mi mindig hárman vagyunk. Hol megyünk? Jaj, nagyon finom az a hely. Valamint a hely. Felfalám a helyestől együtt az egészet. Amúgy az, hogy folyamatosan vannak buszjáratok, mármint tényleg. Melyikkel kell menni? M2-vel. Nem tudom, hány óra van? 23-23 perc van most. 8 perc múlva, ja, 23-31-kor jön a buszunk. Egészség! Ez így 600 forint volt. Wow. A few moments later. Találkoztunk itt valami emberekkel, Olaszországból vannak. Just get the camera and say whatever you want. Yes! Yeah! Akkor meg elég a fare! Magyar, hogy így elnök, hogy you want! Kiara, hogy így van! Réges a tényleg! Kiara, akkor meg elég a fare! No! Meg van! Meg van! Egy újabb napon vagyunk, és nem hoztam ide azt, amit beszerettem volna mutatni. Vettem egy ilyet. Tudjátok mi ez? Bimbazzard, rengeteg ember, rengeteg youtuber csinált már róla videót. Várom Szebit, és bele fogjuk felvenni. Ugye mondtam, hogy vlogon kívül még külön-külön videókat szeretnénk felvenni ezt. Már felvettünk egy cyberjumpos videót, és még szeretnénk egy street workoutos videót. Tehát ilyen majd ilyesminket várjátok a csatornán, meg ugye lesz ez a vlog. Hát igen, azon, hogy Budapestre jöttem, igenis ki szeretném használni. Na, ezt az asztalt fogjuk állványként használni, mert ügyes voltam és nem hoztam. Ott fogjuk majd felvenni, és Szebinél is, és nálam is lesz egy videó. Ezután elmentünk kipróbálni a street workoutot, amit sikeresen elfelejtettem bemondani, hogy megyünk. Ezért most egy kis street workout jön. És végeztünk mára. Egyébként itt van egy osztálytársam, és itt van még egy másik leányzó. Kérlek, mutasd be magad. Hát én Nóri vagyok. Igen, köszöntjük. Vezetem körbe őket Pesten. Igen, igen. Ez most jelenleg egy ilyen cserediák program. Már ő volt nála, ugye nálunk, ahol mi lakunk Erdélyben, és most ő jött hozzá. Viszont egyben én is itt vagyok kint, és sajnos holnap megyek haza, viszont hát, hogyha már van lehetőség, akkor összefutottunk. Nincs más választás, amit nagyon maradnék, egyébként... Nem, nincs. Sajnos haza kell menjek. Holnap megy a buszom, és haza kell menjek, de szívesen lennék még itt velük. És sajnos ez volt az utolsó videó részlet Budapestről, elköszönni már csak ilyen formában fogok, ugyanis nem készítettem külön elköszönést, de itt már úgyis csak a hazafelé utat láthatjátok, épp a reptéren vagyunk, nyugi nem repülővel megyünk, hanem busszal, csak itt is megálltunk. Ezért én meg szeretném köszönni, hogy végignéztétek, hogyha esetleg tetszett, akkor esetleg egy like-al azt jelezhetitek, és a leírásban minden elérhetőséget megtaláljátok, Instagramon elég aktív szoktam lenni. Na, sziasztok!